Budaörstől is átvenné a katasztrófavédelem a szemétszállítást, ha a város nem képes a feladat ellátására. Így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter arra, hogy Budaörs polgármestere jelezte, kifolyik a szemét a városi kukákból. Budaörs hulladékszállítását azonban nem a város, hanem az érdi hulladékszállító végzi, amely Wittinkoff Tamás szerint a Gödöllői Zöld Hídhoz hasonlóan lehetetlen helyzetben van. Lényegében még a karácsonyi szemetüket is akkor itt őrzik. Hát ezt a... tulajdonképpen igen. Egy hónapja tömik már a szelektív kukákat ennek a Budaörsi utcának a lakói, ekkor voltak utoljára ürítve az edények. Az utcában van, aki azért aggódik, hogy a kommunális hulladék is a nyakukon marad. Az állami hulladékszállító ugyanis a szemétdíjat is esetlegesen szedi be. A lakók legalábbis most kapták meg a tavalyi harmadik negyedévi számláikat. A számlázással voltak az elmúlt másfél évben problémák. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a számlázási gondok sehol máshol nem veszélyeztették a szemétszállítást, mint a Gémesi György vezette Gödöllőn és Budaörsön, ahol pedig Wittinkoff Tamás a polgármester. Ebből mindenki olyan következtetést von le, amit akar, de ha egy cég nem képes ellátni ezt a tevékenységet, akkor a katasztrófavédelem ugyanúgy megoldja, ahogy azt egyébként decemberben megtette, tehát a kormány készen áll arra, hogy átvegye a szemétszállítást, amennyiben erre Budaörs cége nem képes. Csak hogy Budaörsről egy ideje már nem a város cége, hanem az érdi térségi ellátó szállítja, vagy nem szállítja el a szemetet. Wittinkoff Tamás szerint pedig az érdi szolgáltató a hulladékkezelés rendszerének központosítása miatt hasonló helyzetben van, mint korábban a Gödöllői Zöld Híd. Sem eszköz, sem megfelelő személyi állományuk arra, hogy ezt a feladatot ellássák. Az önkormányzat pedig, ha szeretné megoldani azt az őrületet, ami itt Budaörsön is a karácsonyt, illetve az új évet követően kialakult, nem teheti meg, mert a törvény tiltja, hogy mi a szemetet elszállítsuk, elbe baj. Ezeket a fotókat hétfőn készítette Dorogon az ATV egyik nézője. A csordultig telt kukákat mára kiürítette a város szemétszállítását végző önkormányzati társulás. Dorog polgármestere azt mondja, a cégnek nincs adóssága, a tényleges működési költségek érvényesítése azonban problémás. De hát ez tulajdonképpen a hatósági árszabályozás keretei jelölik ki. Én azt gondolom, hogy a jövőben ennek a felülvizsgálata lesz elkerülhetetlen, mert a gazdasági törvényszerűségeket nem lehet népjólétinek látszó intézkedésekkel kompenzálni. Kerestük az ügyben az állami hulladékszállító céget, de adásunkig nem válaszoltak.